A Honvédelmi Sportközpontban Baján első alkalommal szerveztünk versenyt. Ez a Honvédelmi Sportszövetség regionális erődöntője, légfegyveres lövészverseny, légpuska 20 lövéses versenyszámba kerülnek elbírálásra a versenyzők. 100 lövész került be erre a regionális fordulóra. Közülük 8-an jutnak tovább az általános iskolások közül, 8-an a felnőttek közül, és 24-en a középiskolások közül. Nyitott verseny a Honvédelmi Sportszövetség rendezi, elsősorban a kadétokat szólítja meg, de nyilván szeretnénk a pályára felhívni az általános iskolások figyelmét továbbtanulás folytán. Szerintem működik is ez a koncepció. A versenyzők nagyon fegyelmezettek, végrehajtják a versenybírók utasításait, úgyhogy nagyon profit is verseny sikeredett itt összehozni. Ennek a célja ugye a Honvédelmi Sportszövetségnél egy olyan regionális verseny megrendezése, ahol kadétok a kadét programnak a keretén belül a lőkészséget fejlesztik, de nem zárják ki a civil lakosságot sem, hiszen a sporton keresztül a honvédelmi nevelés a célja a szövetségnek. Nyertese 194 követséggel a teljes mezőnynek az élén, Kelemen Zsolt. Jó volt a verseny, mindenki ügyesen szerepelt, csapatban is a iskolánk nagyon ügyes volt. 194 követséget sikerült elérnem, a második helyezetnek 189-et. Voltam tavaly ugyanezen a versenyen, akkor ilyen egy-egy pont különbségek voltak, sőt az országoson ott nagyon sok pont egyenlőség is volt, úgyhogy szerintem ez úgy helyel közel soknak számít. A budapesti döntőben, hogyha sikerül jön ilyen lőeredményt elérnem, akkor szerintem dobogós helyezés leszek ott is.